Azt is fel kellene pasztani, aki ezt végighajtotta. Komoly felháborodást keltett fegyverneken, amikor kiderült, hogy a település határában egy felakasztott kutya holttestét találták meg. Egy autós vette észre a tetemet, ő értesítette a rendőrséget is. Ilyen már volt, nem egyszer ezen a településen, hogy kutyákat felakasztották. Hallani hallottam, de úgy nem láttam a képeket, meg nem tudok róla, csak hallottam, hogy ott találtak egy kutyát, ami fel volt akasztva a teszélybe. A fiúk sorolták nálunk a cégnél. Az elkövető akkor sem került rendőrkézre. Állatvédők jelezték az újabb brutális állatkínzást, a szurkolók az Állatokért Alapítványnak. A szervezet pedig 350 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információkkal tud szolgálni az állatkínzással kapcsolatban. A napokban hallottam erről az esetről, hogy itt fegyvernek határában egy kis erdőbe találtak egy felakasztott kutyát. Én láttam is a képet róla, eléggé úgy tűnt, mintha fel is gyújtották volna, ki voltak fordulva a szemem, bundája is eléggé viseletes volt az állatnak. Hát nagyon felháborító, hogy ilyet megtesz egy ember, mert aki ilyet csinál, azt szerintem megcsinálja egy emberrel is ugyanúgy. Szerintem épeszű ember ilyet biztos, hogy nem tesz, mert hogyha elege van az állatából, vagy nem szereti, akkor inkább adja örökbe, vagy egy menhelyre adja oda, de ez semmiképp nem megoldás szerintem. A kutyát egy bálamadzaggal akasztották föl a fára. Azonosító csip nem volt benne, ez utóbbi tény tovább nehezíti a nyomozást.